A koronavírus járvány következtében munkájukat elvesztő embereken nehéz helyzetbe került családoknak és időseknek vitt tartós élelmiszereket, illetve tisztítószereket tartalmazó ajándékcsomagokat a Máltai Szeretett Szolgálat. Az észak-magyarországi régióban 600, ebből Miskolcon 200 darab 10 kilós csomagot osztanak ki. Érkezik a Máltai Szeretett Szolgálat autója, az első állomás Jukó völgy. Szájmaszkban jön ki a kapuhoz az idős nő, ő kapta az egyik 10 kilós csomagot, amit a járványügyi előírások miatt néhány napig nem lehet kibontani. Ezt most le kellene tenni, 3 napon keresztül karanténba kellene tartani. Jó? És 3 nap után lehet majd elbontani. Az adomány nagy segítség a családnak. Örülök neki azért, mert a munkahelyem is megszűnt, beteg vagyok, meg 2 unokát nevelek. Sajnos az anyagi körülményem nem olyan, hogy megfelelne, és ezért örülök neki. A dobozokba 13-féle tartós élelmiszer, például keksz, tészta, liszt, cukor és olaj is került. Ezen kívül tisztítószereket is pakoltak a csomagokba. A Máltai Szeretett Szolgálat a koronavírus miatt nehéz helyzetbe került embereken, családokon segít. Május végéig az észak-magyarországi régióban 600, ebből Miskolcon 200 csomagot osztanak szét a rászorulók között. Halmozottan hátrányos helyzetű családokról beszélünk, akik még ezen belül most a járványkitörése óta valaki elveszítette a munkáját, akkor még nehezebb helyzetbe kerültek, illetve nyilván vannak olyan kéréseink is a egyedülálló emberek, akik munkájukat elveszítették, hajléktalanság szélén táncoló emberek úgymond próbáljuk ezekkel a csomagokkal segíteni az életüket, hogy ezt a néhány napot, hetet át tudják vészelni. Ma mintegy 30 adomány ért célba Miskolcon, Jukó völgyön kívül Perecesen és a belvárosban is jártak a Máltai Szeretett Szolgálat munkatársai.